Jó estét kívánok! Önök a Szótér magazin novemberi adását látják. Tartsanak velünk a következő fél órában. Mai témáink. Az ünnepek előtt különösen fontos téma a szenvedélybetegekkel való törődés. Ebben segít a Kiút Alapítvány. A Karisz Alapítvány cipős doboz akcióval készül a karácsonyra. Az ünnepek előtt különösen fontos téma a szenvedélybetegekkel való törődés. Vendégünk a stúdióban Urbán Szabó Gábor, a Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány intézményvezetője. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Szervusz, köszönöm a meghívást. Ahhoz, hogy kicsit közelebb kerüljünk a témához, talán kezdjük azzal, hogy mit is jelent a függőség. Nagyon sokszor használt fogalom ez a hétköznapokban, de mi az, ami konkrétan a függőség kategóriájába esik már? Ilyenkor erre a kérdésre, amikor akár kliensek, akár hozzátartozók, vagy egy-egy ilyen helyzetben ezt megkérdezik, ugye talán a legegyszerűbben úgy lehet ezt elmagyarázni, hogy az adott szer, vagy adott viselkedés abbahagyását, amikor próbálják végre megvalósítani, az nem megy. Tehát hiába próbálkozik lerakni, abbahagyni, egyszerűen képtelen arra, hogy megállt parancsoljon magának. Lehet, hogy egy-két napig, vagy egy-két hétig sikerül, de utána újra visszaesik ugyanabba a körforgásba. Ez az egyik. A másik pedig az, amikor a hosszú évek alatt az a szint, ahonnan elindult, tehát mondjuk egy alkoholistánál a napi egy-két sörtől elkezdődik ez az emelkedés, ugye nő a mennyiség, ebből lesz 10 sör, vagy vált töményre, és akkor ott is, tehát hogy nem ritka már alkoholisták körében így a liter, másfél liter tömény is, akár több liter bor egy nap. Tehát ez, amikor így megemelkedik ez az úgynevezett tolerancia szint, hogy ez azt jelenti, hogy kevesebbtől már nem tudnák magukat annyira elengedni, olyan jól érezni, azt a vágyott hatást nem tudnák már elérni kevesebbel. Nagyon sokféle motiváció állhat a függőségek kialakulása mögött, attól függően, hogy mi is a tárgya a függőségnek. Mi a leggyakoribb ok, amit észleltek, ami miatt egy függőség kialakulhat? Leginkább ez a látott minta a családban, ez az egyik rész. A másik akár ez az öröklött hajlam a kontrollvesztésre. Tehát, hogyha elkezdi, akkor elkapja a gépszíj és nem tudja abba hagyni. Ezen kívül még akár így a kamaszkorban, 14 éves kor előtt bekövetkező valamilyen traumatikus élmény, ez lehet ugye az adott személy számára bármi. Tehát nem feltétlen kell nagyon-nagyon súlyos dologra gondolni. Vagy akár ugye a családban lévő érzelmi állapot, ez is fontos tényező jelet a függőség kialakulásának. Hogy gyerekként mit tapasztalt, megértik-e, elfogadják-e, vagy pedig folyamatosan csak szidják, nem veszik figyelembe azt, hogy egy külön önálló személy. Tehát ez a fajta elnyomottság, ez a kizártság élmény is ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz. És hogy ezek közül ugye több minden kell, hogy megvalósuljon ahhoz, hogy valakiből függő legyen. Említetted, hogy léteznek ugye viselkedéshez tartozó függőség és szerhez kapcsolódó függőségek. Ti melyik csoporttal küzdő emberekkel foglalkoztok? Ki fordulhat hozzátok segítségért? Igazából mind a kettő, hogy a kémiai meg a viselkedéses függőséggel küzdők is jöhetnek bátran, illetve ugye hozzátartozók is, ez is nagyon fontos, mert legtöbbször ugye ők azok, akik hamarabb észreveszik, hogy gond van. De hogy csak egy pár példát mondjak, igazából bármi lehet függőség, amitől az ember egy picit ki tud szakadni a valóságból, az érzéseitől, amik ilyen nehéz érzések, amikkel nem tud mit kezdeni, azoktól távolodni tud. Tehát bármi lehet, az étel, az internet, a pornó, az alkohol, a kábítószer, gyógyszer, munka, bármi. És vegyünk egy példát, mondjuk egy kamasz esetében a számítógépes játékok, az internet teljesen rabulejtik, és azt látja a szülő mondjuk, hogy ez már hatással van az életére, az alvására, a tanulmányaira, minden. Fölkeresnek titeket, mi a következő lépés? Hát az első egy-két alkalommal érdemes ugye a szülővel beszélgetnünk ilyenkor, hogy mi az, amivel eddig próbálkoztak, miben veszi észre, hogy ez tényleg probléma már. Vajon így a gyermek mit gondol erről, be lehet-e őt is vonni ebbe? Mert ugye kötelezni nem lehet senkit sem arra, hogy változtasson, tehát ugye lehet ezzel próbálkozni, de legtöbbször ez nem szokott működni, hanem az szükséges, hogy önként akarja ezt a változást elérni. De az első egy-két alkalommal a szülővel konzultálunk, megnézzük, hogy eddig mivel próbálkozott, és ami egyébként egy ilyen jó irány tud lenni, hogyha vannak keretek. Tehát nagyon sok esetben ugye ez nem nagyon szokott működni, akármilyen függőnél sem, hogy a kereteket be tudja tartani, hanem próbálja azokat kitolni, és ebben mondjuk a szülőnek van még kompetenciája, ugye kamaszkor előtt, utána pedig ugye érdemesebb már bevonni a gyereket is ebbe.
És hogyha mondjuk eljut a gyermek abba a fázisba, hogy ő is kér tőletek segítséget, és elmegy mondjuk hozzátok, egyénileg foglalkoztok a függő kamaszokkal például, vagy inkább megpróbáljátok a csoport, a közösség erejét bevonni, hogy együtt lépjenek túl ezeken a problémákon? Is, ez teljesen személyiségfüggő, tehát akinél azt látjuk, hogy bevonható csoportba is, és akarja, képes arra, hogy megfogalmazzon dolgokat, vagy szeretne más tapasztalatokból valamit kivenni, amit hasznosíthat, akkor a csoportba is, de hogy emellett párhuzamosan az egyéni az mindenféleképpen fontos. Meg általában ez szokott lenni az íve is ennek, hogy kezdetben bizonytalanok még, van bennük akár szégyenérzet, vagy bátortalanság, de ez nem csak a fiatalokra, hanem bárkire igaz, és később szedik össze a bátorságot ahhoz, hogy elmenjenek csoportba is. És ezekkel a függőségekkel, amiket mondjuk a fiataloknál tapasztaltok, a magányérzet mennyire jár együtt, ugyanis fölvállalni ezt a problémát nagyon nehéz, akár a kortársak előtt, és hogyha már magányosan marad, nem beszél a problémájáról, talán akkor még nehezebb ezzel megküzdeni. Azt gondolom, hogy ilyenkor a feladatunk az, hogy azt a segítő légkört, azt a bizalmi, barátságos légkört megteremtsük. Erre nyilván több alkalom is rendelkezésre áll, hogyha visszatér hozzánk, és hogy utána már könnyebb. Tehát, hogy akár az a magány az önmagában tud oldódni, és emiatt már képes meg is fogalmazni azokat az érzéseket, gondolatokat, tapasztalatokat, amik miatt eddig mondjuk ő is tehetett azért, hogy... Tehát azt gondolom, hogy ilyen esetben, amikor egy fiatal eljön hozzánk, akkor rá kell világítanunk arra is, hogy ő hogyan járul hozzá ahhoz, hogy ez az állapot fennmaradjon. Ha nálunk képes megnyílni, akkor már ugye azt is meg tudja látni, hogy vajon másoknál ez miért nem megy, mi hiányozhat, és nagyon sokszor lehet, hogy nem is kell, nem is szükséges mindenki számára megnyílnia, hanem meg kell tanulni azt, hogy kiválassza azokat az embereket, ahol ugyanúgy biztonságban érzi magát. Tehát ez, hogy hogyan kapcsolódik másokhoz, ez nyilván hosszabb folyamat, erre nagyon jó a csoport, ahol már így automatikusan, barátságosan fogadják az újonnan érkezettet. Igen, megtanulja, kiben bízhat tulajdonképpen ebben a nehéz élethelyzetben. Pontosan. Egyet tovább lépve, ugye a fiatal felnőttek korosztálya hajlamos beleesni ugye a munkafüggőségbe, a különböző célok elérése érdekében hajtják magukat, és minél többet, minél többet. Miről ismerszik meg, hogyha már valaki munkafüggő, és nem csak simán sokat dolgozik? Amit mondtál, hogy különböző célok elérésért hajtja magát, hogy a munkafüggőség esetében nem ez a legfőbb motiváció, hanem így az elismerés. Tehát igazából mindegy, hogy milyen téren szerzi ezt meg a munkában, az a lényeg, hogy őt megbecsüljék, elismerjék, hogy erre folyamatosan okot adjon, hogy mások pozitív visszajelzést adjanak neki, mert akár gyerekkorában neveltetéséből fakadóan ezt tanulhatta meg, hogy ő úgy szerethető akkor, hogyha a teljesítménye olyan. Nem az számít, hogy milyen ember, hanem a teljesítménye. Tehát egy munkafüggőnél erre kell koncentrálnunk, hogy ezt visszabillentsük egy ilyen egészségesebb irányba, hogy attól még az ő személyiségének, az életének vannak más területei is, ahol egyébként meg kell tanulnia figyelni azt a visszajelzést, hogy másik területeken milyen pozitív dolgokat kaphat másoktól. Tehát ez is fontos. Illetve ott is a keretek, tehát megszabni azt, hogy mi az az egészséges mennyiségű munkavégzés, mi az, amit mondjuk akár a szerződése megkövetel, mi az, ami egyébként a környezetében jelezheti számára, hogy ezt már túlzásba vitte, és akkor egy megfelelő napi terv kialakításával ez kordában tartható. De ugye ez sem csak ennyi, hogy egy napi tervet készít, hanem attól még ezek a lelki, pszichés eddigi akadályok feloldásra kell, hogy kerüljenek, és ez nyilván hosszabb folyamat. Igen, hogy rájöjjön, hogy mi is tulajdonképpen annak az oka, és hogyan tudja ezt másra helyettesíteni az életében, hogy ne várja azt az elismerést a munka elvégzése kapcsán. Pontosan ez nagyon fontos. És ugye, hogy közelednek az ünnepek, hajlamosak a szenvedélybetegek, a függők egyre jobban belekerülni a problémájukba. Mit láttok, mi ennek az oka? Egyrészt érdemes egy picit kitérni arra is, hogy a szenvedélybetegeknek sokkal nehezebb érzéseket kezelniük. Tehát a legtöbben olyan családból jönnek, ahol az érzéseket sem megfogalmazni nem tudták, sem tolerálni, vagy bíztatni, bátorítani annak kifejezését, és ezért azt megtanulták, hogy az érzéseket kifejezni nem szabad. Na most ugye a karácsony és ez az egész ünnepi időszak, ez tele van érzésekkel, amelyek számukra akár idegenek, zavaróak is lehetnek, feszültséget keltenek, akár ez az összezártság az ünnepek alatt, akár a felkészülés időszakában számtalan olyan helyzetbe tudnak belekerülni, ami abból a viszonylagos békéjükből könnyen kibillenti őket. És hogy ebben az esetben sokkal hamarabb tudnak akár a pohár után nyúlni, mert valamilyen módon szeretnék magukat megnyugtatni. Ugye ezért is fontos a mi munkánk, mert hogy
meg kell tanulják azt, és ebben próbálunk segíteni nekik, hogy ezeket az érzéseket hogyan tudják magukban felismerni, megtanulják azt, hogy megfigyeljék, mi az, ami ezt kiváltotta, és hogyan lehet egészségesebb módon ezt kezelni. De az fontos, hogy ezzel valamilyen módon muszáj foglalkozniuk, mert különben ugyanaz várható, mint eddig. Tehát, hogyha ugyanazt csinálják, ugyanúgy gondolkodnak és viselkednek, akkor az eredmény is ugyanaz lesz. És ilyenkor, amikor ez a kis vészcsengő megszólal a fejekben, akkor érdemes benneteket fölkeresni, hogy valamilyen probléma van és segítsetek. Hol lehet titeket megtalálni, ha valaki mondjuk akár ezt a beszélgetést hallgatva bármelyik problémakör kapcsán magára ismer? Azt gondolom a legegyszerűbb, hogyha így a Kiút Alapítványra rákeresnek az interneten, www.kiutalapítvány.hu, ott mindenféle elérhetőségünk fent van, és egyébként Szegeden vagyunk megtalálhatóak, a Becsei utca 3-ban, ez ott a felsővárosi részen van. És hogyha valaki esetleg bizonytalan, hogy nekem biztos, hogy nem olyan súlyos a problémám, mint másoknak, akkor attól írhat nektek, kereshet benneteket, hogy mondjuk akár megnyugtassátok, hogy nincs olyan nagy probléma, konzultációra elhívjátok, tehát hogy ne bagatelizálja senki a problémáját. Igen, erre kifejezetten szoktam bátorítani az embereket, akár merre járok, és ez így szóba kerül, mert nagyon sokan ezt kifogásként használják, hogy én még nem tartok ott. De ilyen elv alapján akkor a világon csak egyetlen alkoholista lenne, aki legtöbbet használ, legtöbbet tud inni, de hogy akinek már problémát okoz, vagy a környezetének problémát okoz valamilyen szinten a használat, a függőség, akkor már így egy kisebb jelnél is érdemes bennünket megtalálni, mert hogy ez a fajta tolerancia szint az úgyis emelkedni fog, a problémák meg úgyis sokasodnak, hogyha ezt nem állítják meg. És segítséget tudni pedig kérni muszáj és kell, mert egyedül már egy szinten túl nem tudják pontosan megoldani. Pontosan, nálunk díjmentesen lehet ezeket a konzultációkat és csoportokat igénybe venni, semmilyen személyes adatot nem kérünk el tőlük, úgyhogy a névtelenség az teljes mértékben biztosítva van, úgyhogy csak bátorítani tudok mindenkit. És milyen életkorú személyek keresnek föl titeket, hogyha valaki mondjuk azért óckodna, mert mondjuk túl fiatalnak érzi magát, vagy túl idősnek, hogy fölvállalja ezt a problémát, mit érdemes erről tudni? Életkori megkötés nincsen. Az elmúlt években ki is tolódott, tehát nyílt ez az olló egyre fiatalabbaktól, az egyre idősebbekig is megkeresnek bennünket. Akár így a 16-7 éves korosztály az, aki már úgy megjelenik nálunk szerencsére, már ilyen időskorban is fel tudják ismerni, hogy gond van, illetve akikre még így nagyon-nagyon büszke tudok lenni, amikor mondjuk ilyen 65-70 év körül is felismerik azt, hogy még igenis szeretnének egy tartalmasabb, minőségi, egészségesebb életet élni, és hogy nem egy ilyen példa van, hogy akár 70 év fölött is még abba lehet tartósan hagyni az ivást. Igen, illetve más típusú függőség pedig lehet, hogy akkor alakulnak ki, mert mondjuk egy szeretetlen családban, hogyha mondjuk egyedül marad egy idős ember, akkor például ugye az internet adta lehetőségek által lehet, hogy mondjuk abban menekül, és ugye annak ideje nem volt ez a fajta függőségi viszony, és pont akkor jön az életébe egy ilyen probléma, úgyhogy ezekkel is akkor nyugodtan lehet benneteket keresni. Így van, van is aktuálisan is ilyen személy, aki így pont ilyen változás után kezdett el hozzánk járni. Abszolút. És van egy megtartó közeg azoknak is, akik már túl vannak a nehezén, hogyha jól tudom, vannak anonim köreitek, amit a probléma, hát nem is azt mondjuk, hogy megoldása után, de miután javult a helyzet, lehet látogatni. Így van. Ezek az önsegítő csoportok, ezek tőlünk így függetlenül működnek. Ugye az ország szerte is, meg online gyűléseket is tartanak, de ország szerte is működik, és nálunk is kapnak helyet. Szegeden egyébként többféle ilyen önsegítő közösség is van, az anonim alkoholisták, a névtelen drogfüggők, a névtelen túllevők, az Alanon, mint hozzátartozói csoport, valamint az alkoholisták, vagy már rendellenesen működő családokban felnőtt embereknek a csoportjai. Úgyhogy igen, itt miután így az aktuális nagy probléma elmúlt, tehát elindult a felépülés, és már nincs aktív szerhasználat, akkor is ugye ahhoz, hogy ezt meg tudják tartani, érdemes eljárni egy-egy ilyen önsegítő közösségbe annak érdekében, hogy egyrészt magukat is így lelkileg fitten tartsák, másrészt pedig, hogyha később valaki újként érkezik, akkor neki is megadathasson ez a lehetőség, hogy a régiek ezt át tudják adni, amit ők kaptak. Legyen egy jó példa előttük, hogy már sokan megjárták ezt az utat, és hogy ilyen szépen lehet ebből felállni és tovább menni. 2005 óta végzitek ezt a tevékenységet, és minél több helyre igyekeztek ezt az üzenetet elvinni. Az utóbbi időszakban milyen helyeken, milyen programokon lehetett veletek találkozni? Az utóbbi pár év az, amikor így igazán belelendültünk, azt gondolom, meg igyekszünk egyre több intézménnyel is fölvenni a kapcsolatot, ami így most már stabilnak mondható, ugye az a
pszichiátriai osztály, az szerintem így kezdetektől már elindult, és egyre ütemesebben haladt előre az együttműködésünk, már itt tényleg számítanak a megjelenésünkre. A másik ugye a Szent Ágot, a gyermekvédelmi szolgáltató, ott ugye a lakásotthonban élő fiataloknak próbálunk segíteni abban, hogy a függőségüket kordában tartsák, esetleg el is tudják hagyni, bár ez egy nagyon szenzitív kör és nagyon szenzitív időszak. A másik pedig ugye akár ilyen városi programok, tehát mondjuk a Szeged ifjúsági napoktól elkezdve egy-egy iskolai rendezvényen át, tehát igyekszünk tényleg minél több iskolával együttműködni, ez is egy ilyen nagyon fantasztikus dolog, hogy már azt gondolom, hogy beépültünk így ebbe a fajta köztudatba, és számítanak ránk. És mondjuk egy ilyen rendezvényen, mint a Szín, hogyan próbáljátok közelebb hozni a fiatalokhoz ennek a problémakörnek a lényegét, illetve fölhívni ennek a veszélyeire az ő figyelmüket? Hát egyrészt van lehetőségük beszélgetni és olyan személlyel, aki felépülő szenvedélybeteg. Nyilván ott már van egyfajta plusz megértés így a látogató számára, hogyha ilyen problémát felvetne. Emellett meg mindig próbálunk valamiféle olyan érzékenyítő játékot is vinni, vagy feladatot vinni, amivel könnyebb bevonni őket. Tehát már csak ha meglátják, akár most idén kivittünk részek szemüvegeket, azokkal voltak különböző akadálypályák, vagy egyéb nehezített feladatok. És ez egy nagyon jó ürügy volt arra, hogy megálljanak, látták ugye egymást, hogy ott játszanak, odajöttek, kérdezték, mihez kérdezték, mivel foglalkozunk, és már el is indulhatott egy pár olyan beszélgetés, ami valóban tartalmas volt, és azt gondolom, hogy mindenki profitálhatott belőle. Abszolút, és az élmény alapú tudás átadás a leghasznosabb és a leghosszabb ideig kitartó információkat tudja átadni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és további eredményes munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást nektek is. A Karisz Alapítvány cipős doboz akcióval készül a karácsonyra. Nézzük meg, hogyan segíthetünk mi is. Szeretett doboz. A rászoruló gyermekek szebb karácsonyáért. Csomagold be azt, aminek te is örülnél. A Karisz Alapítvány még az ünnepek előtt jótékonysági gyűjtést szervez rászoruló gyermekek számára. Csatlakozz te is! Mutassunk példátlan összefogást egy jó cél érdekében, hogy azok is átélhessék az ünnep örömét, akiknek jóval kevesebb adatot, mint nekünk. Ha segítenél, nincs más dolgod, mint keress egy üres cipős dobozt, és töltsd meg olyan ajándékokkal, amit szívesen kapnál te is. Csomagold be a dobozt, és írd rá, hány éves lánynak vagy fiúnak szánod az ajándékot. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb 2023. december 16-áig juttasd el a gyűjtőpontunkra, a Főutca 83 szám alatt található Baksi húsboltba. Az odaérkező dobozokat gondosan elraktározzuk, elzárjuk, és a zárónapon nyilvánosan megszámoljuk. Az ünnep öröme mindenkinek jár. Európa közepén, mégis a világ végén található a Szent András kastély Bölcskén. Számos kulturális esemény helyszíne. A következőkben a Tudással a Jövőnkért Alapítvány közel 10 éves múltjának eseményeit tekintjük át. Tulajdonképpen 2023 a 9. év volt, amikor nyitva vagyunk, és én úgy érzem, hogy ez volt a legaktívabb évünk. Folytattuk azokat a programokat, amiket néhányat közülük már az első évben is, például az Artist in Residence programot. Az idén Kínából, Angliából, Németországból és Ausztriából voltak vendégeink. Folytattuk ugyancsak most már 4. alkalommal Romandita mesterkurzusát. Nagyon sok művészeti programot tartottunk, főleg koncerteket, és voltak újdonságok is. Ilyen volt például a MÁV Szimfonikusok zenekarával. Egy 5 éves együttműködést kötöttünk, hogy a környékbeli iskolákból, környékbeli településekből egyetlen gyerek sem kerüljön úgy ki, hogy nem volt legalább egy szimfonikus zenekari koncerten, és ezért évente 5-ször meghívjuk a környékbeli gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy alkalmanként 200 gyereket, akik ezeken a koncerteken vesznek részt. Ezen kívül az idén volt először Duna Fesztiválunk, ami már az első évben is nemzetközi volt. Ez azt jelenti, hogy a képzőművészeti kiállításon 7 országból voltak képzőművészek, és ezen kívül pedig ugyanúgy meghívtuk a környékbeli népművészeket, azokat, akik valamilyen terméket készítenek,
és ezen kívül pedig 3 koncert is volt ugyanezen a napon. Ezeket a rendezvényeket természetesen a következő évben is fogjuk folytatni. Azért hoztam létre ezt a kastélyt, mert ez a változás tere Európa közepén, mégis a világ végén, és nevezhetjük küldetésnek, mert igen, azt gondolom, hogy egy-egy kastély az nem csak egy szép épület, amiben bemegyünk és gyönyörködhetünk benne, és vagy múzeumként működik, vagy szállodaként, hanem a kastélyoknak ennél sokkal fontosabb küldetésük van. A kastélyok tulajdonképpen energiaterek, ahol az éppen aktuális működtető vagy tulajdonos beleteszi a tőle telhető legjobbat, és ez a kötelessége is, hiszen ő építkezik valakire, valakikre, akik évtizedek, évszázadokon keresztül már ezeket a helyeket fejlesztették és fenntartották, és ugyanúgy majd utána is fog érkezni valaki, aki pedig az ő munkájára fog építkezni. Tehát ezek a terek tulajdonképpen egy-egy kis közösséget is összefognak, és képviselik nem csak a kultúrát és művészeteket, de egyfajta fejlődést is. Ami lehet társadalmi, gazdasági, és ebben nagy segítség a művészet, hiszen a művészet sem önállóan létező valami fajta megjelenési forma, hanem a művész, a művészetek mindig kapcsolatot teremtenek a felsőbb szférákkal, nevezhetjük Istennek, vagy bármi másnak, kinek a vérmérséklete szerint, de minden esetre információkat hoznak számunkra, ami aztán az éppen aktuális működtető keresztül az adott társadalomban, gazdaságban megnyilvánul. És igen, ez a hely is az a hely, ahol ez történik. Miután 15-ben nyitottunk, ez azt jelenti, hogy 24 a 10. évfordulónk lesz, amikor működünk, és biztos, hogy fogunk ezzel kapcsolatban egy 10. évfordulós alkalmat tartani, ami valószínűleg András nap, hiszen András nap a változás napja, ráadásul a változás terében, és most már az idén is és jövőre is egy-egy jótékonysági bál lesz ezen a napon, és ugyanúgy folytatjuk a már jól bevált programokat, és természetesen újak is lesznek. Azt már tudjuk, hogy márciusban lesz egy építészeti konferenciánk, júliusban pedig egy régészeti konferencia. Hát én azt gondolom, hogy a táncnak még helye van nálunk, mert hogy a tánc is az a műfaj, amihez nem kell semmifajta nyelvismeret, ugyanúgy, mint a zenéhez vagy a képzőművészethez. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelven szól hozzánk. Aki a térben jelen van, az érzékeli ezeket az információkat, amelyek ezeken a művészeti ágakon keresztül érkeznek hozzánk, és eddig a táncnak még nem nagyon volt tere nálunk, úgyhogy a táncot mindenképpen. És ezen kívül meg azt gondolom, hogy a mecenatúrának is helye lenne, hiszen a mecenatúra sem egyszerűen csak azt jelenti, hogy jó, akkor a művészeket megfizetjük, akik itt vannak nálunk, hanem ők miután információt hoznak, ugyanúgy részesei az egész térnek. És ez akár cégekről beszélünk, akár magánszemélyekről, ajándékot kapunk tőlük, amit valamilyen módon vissza is kell, hogy forgassunk az ő életükbe, hiszen ők ebből élnek. Az, amit mi itt a kastélyban képviselünk, az egy másfajta nézőpont, mint hogy azt mondjuk, hogy a gazdaságban a bottom line a money. Én azt gondolom, hogy az életünkben a bottom line a love, mondjuk, hogy szeretet, és mi egy ilyen közösséget építünk itt a kastélyban, amihez természetesen nem csak az itt jelenlévő művészek, hanem a vendégek is hozzátartoznak, és várunk mindenkit, aki ezt a fajta életmódot szívesen fölvállalja, mert azt gondolom, hogy igaz, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, de európai szellemiség nincsen. És bizony az ránk vár, hogy kialakítsuk. És lehetünk akár mi is ennek a kiinduló pontja. Szabó Andrea énekesnő fényszínházas koncertjéből hoztunk egy összeállítást. Kitale la nero, la rosa le kitei la rola.
taler sal. Awani mikini suliri taler sal. Awani kina mar supiliate na kalesar. Awani kia larel al sunil. Awani kame sauri ni tili satil. Saito e. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, legyenek nézőink legközelebb is. Viszontlátásra!